Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Bemutatták a Porsche Taycan legfrissebb és legerősebb változatát, ami egyszer s mind a legerősebb valaha gyártott utcai Porsche, ez a Taycan Turbo GT. És ahogy nézegetem a bemutatót, nem tudok nem arra gondolni, hogy ők itt bizony most oda akartak szúrni a Teslának. Mert hát az 1000 lóerő feletti villanyszedán műfaja az eleve kérdés, hogy egyáltalán miért van ilyen, de talán egy fokkal értelmesebb azért, mint hogyha hasonló hobbi telepjárókról beszélnénk. Akárhogy is, a Taycan Turbo GT egy csomó villanyautós rekordot megdöntött, és sok belső égésűnek is felverte a kúpot, tehát mindenképpen beszélnünk kell róla, mert hogyha már elkezdtek megérkezni az 1000 lóerős szedánok, akkor legalább papíron, adataikban, jellegükben állítsuk őket egymás mellé. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és mindjárt kezdünk is! Amikor az elektromos autók elkezdtek gyorsabbak lenni a benzineseknél, akkor jött a villanyautó ellenzők. Egyetem, hogy lehet ellenezni egy autót? Mindegy, szóval akkor jött a villanyautó ellenzők kedvenc érve, hogy na de hát az 1000 lóerős villanyszörny már biztos nem a környezetvédelemről szól, de hát két dolgot ne felejtsünk el. Az 1000 lóerős villanyautó is lényegesen kevesebb energiát használ, mint egy 1000 lóerős belső égésű, pusztán amiatt, hogy lényegesen jobb a hatásfoka. Másfelől egy ilyen sportszedán sosem a világmentésről szólt. Sosem azért csinálták őket elektromosra, hogy ettől jobb legyen a bolygónak, habár azért egy kicsit talán jobb, hanem azért, mert most ezzel a hajtásmóddal lehet brutális teljesítményt és félelmetes tempót elérni. Amúgy egyszer jártam, képzeljétek, egy Tesla Model S Plaiddel egy hetet, és tök érdekes, hogyha az autót csak autónak használod, és az 1020 lóerőből csak mondjuk 200-at használsz, akkor annyit fogyaszt, mint egy 200 lóerős villanyautó, tehát mondjuk mint egy Hyundai Ioniq. Az 1000 lóerős benzines autó, hát az meg mindig legalább 30-at fog enni, ez egy nagyon komoly különbség. Már csak azért is nehéz másra gondolni, mint a Teslának való odaszúrásra, mert a Porsche a Turbo GT-t, a Taycan Turbo GT-t a Laguna Seca-i versenypályán mutatta be, ami hát eléggé Amerikában van, már pedig tudjuk, hogy a Porsche-t a nemzeti gyökerek azok inkább a Nordschleife-hoz kötik, de itt most ők Amerikában akartak villantani, és hogy nem azon a versenypályán akartak villantani, ahol a Tesla, az Unplugged Performance által átépített Tesla Model S Plaid egy félelmetes időt hozott össze. Hangsúlyozom, az Unplugged Performance egy tuning cég, ami épített egy nagyon durva pályagépet a Model S-ből, teliszlikken, nagy aróval, kipakolt beltérrel, nagyon nagy fékkel, meg egy halom egyéb változtatással, és ugyan a Porsche itt azt mondta, hogy ők az 1.30-at szeretnék megdönteni, mert hogy az az EV track record ezen a pályán. De hogy nem a Porsche eredménye 1.27.8 lett, ahogy azt majd mindjárt látni fogjátok, míg az Unplugged Performance pledje az 1.28.2, tehát Porsche 1.27.8, Unplugged pled 1.28.2. És ez nagyon sokat elárul, mármint hogy nagyon nehéz nem arra gondolni, hogy ők itt most rá akartak szarni a Tesla küszöbére, nem tudok szebbet mondani. Mert hogy az autó pokoli gyors, Lars Kern vezet, gyári tesztpilóta, fejlesztőpilóta, és ahogy látjátok, az autó az még úgy gyorsul 190-nél, hogy én nagyon szeretném, ha az én autóm 9 km/h ne tudna úgy gyorsulni. De mielőtt kijelentjük, hogy feltörölték a pályát a Teslával, előtte azért pár dolgot nagyon komolyan le kell szögezni. Az itt látható Unplugged autó, amit Doge vezet, szóval az itt látható Unplugged által átépített autó, az egy versenyautó, nem a gyári Model S Plaid, ugye annak is van trackpack-kel felszerelt változat a karbonkerámia fékszettel és egyebekkel, ugye ezt nagyon sokan panaszkodtak arra, hogy az autó az nagyon-nagyon megy, de megállni nem akar, hamarabb éri el a 100-at, mint hogy lelassulna 100-ról 0-ra. Fő az alaposság. Az Unplugged Plaid az pályaszlikiket használ, utcán nem legális gumikat, míg a Porsche nagyon sportos, de utcán legális gumikat használ. Ezzel szemben az Unplugged Plaid egy kipakolt belterű, becsövezett pályagép. És a Porsche is egy kipakolt belsejű, becsövezett pályagép, csak kicsit talán kevésbé. Mind a kettőt megpakolták azért elég komoly aerodinamikai elemekkel. Nézzétek meg, a Porsche-nak például milyen kis helyre bajsza van, egy fix szárny van a vejszak csomagos autón, amit ugyan tudsz állítgatni, de nem aktív elem. És egy csomó egyéb trükk, hogy jobban szaladjon a levegő az autók körül. De még egyszer hangsúlyozom, ez itt egy tuning autó, az meg ott egy gyári Porsche. Ez az Unplugged autója Laguna Seca-ban.
Jól látszik, hogy ez már egy fejlesztett változat, a Dark Helmet, sötét sisak, és még tovább reszelték, ez az aerodinamikai elemek még radikálisabbak és hasonlók, és látjátok azt is a kanyarokban, hogy amikor igazán belecsűri a corkscrewba, akkor szikrázik, mert egész egyszerűen leér, tehát ugye ez, még egyszer mondom, egy utcán nagyjából használhatatlan autó. Nyilván, mivel nem tartozik hang, hoppá, de megúszott! Szerencsére viszont a pilóta megúszta. Szóval, hogy mivel nem tartozik hang a menéshez, hiszen ez egy elektromos autó, vagyis hát nem az a hang, amit megszoktunk, tényleg a sebességmérőből látod, hogy itt egészen szürreális számok vannak, meg a G-erőmérőből, hogy folyamatosan 1G fölött vagyunk, akár gyorsulásba, akár lassulásba, de ez egy nagyon-nagyon súlyos gép. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy találtam egy 1.26 hetes köridőt is az Unplugged autójához, viszont ennél nem nagyon találtam érdemi információt, talán csak annyit, hogy ez is nem eljeles utcán, nem legális, tehát véletlenül teliszlikken futott idő. Sokan gondolták a Nürburgringi tesztek alapján, hogy akárcsak a Model S Plaid és a Lucid Air Sapphire, a Porsche is egy hárommotoros konfigurációt fog használni. Tehát egy villanymotor az első tengelyen, és kettő a hátsó tengelyen, ami egymástól függetlenül képes hajtani a jobb és a bal kereket. Komoly érvek szólnak amúgy a hárommotoros felépítés mellett, ilyenkor két motor van a hátsó tengelyen, elhagyható a diffi, tökéletes torque vectoring valósítható meg, mert egymástól kvázi függetlenül tudod hajtani a kerekeket, és a villanymotorok precíz szabályozása miatt nagyon jól tudod szabályozni azt, hogy hova mennyi nyomaték jut. Aztán vannak gyártás technológiai előnyök is, például, hogyha akarsz egy 1000 lóerős autót, akkor nem kell kifejlesztened egy 1000 lóerős motort, hanem leveszel 2-500 lóerőset a polcról, és beépíted. Nyilván ennél azért bonyolultabb, de a gyártási költségek szempontjából ez azért egyszerűbb. Vannak viszont hátrányai is. Kétszer annyi alkatrészt használsz, kétszer annyi forgóalkatrészt, nagyobb esély a meghibásodásra, és ezeknél a dual motoros felépítéseknél az is egy probléma, hogy mindig nagyon óvatosan szinkronizálni kell a két motort egymáshoz, ami nem olyan egyszerű, mint elsőre tűnik, mert például simán előfordulhat, hogy egy versenypályán a két motor nem egyformán melegszik fel. Mondjuk, mert mindig jobbos a pálya, és jellemzően jobbra kanyarodsz, akkor értelemszerűen az ív külső kerék, bal kerék az mindig jobban megterhet. Nem tudjuk miért, hogy mi lehet a pontos ok, de valószínűleg a Porsche is számba vette a lehetőségeket, és nem ezt az utat választották, hanem maradtak az egy darab erős motornál, ha tippelnem kéne azért, mert egész egyszerűen súlyt tudtak vele csökkenteni. Ez az új Taycannal egy nagyon fontos dolog, hogy komolyan megfaragták a hajtáslánc súlyát. Az alap sem volt éppenséggel rossz, épp csak egy hónapja mutatták be a frissített Taycan szériát, hiszen már 5 éve velünk van az elektromos Porsche, nőtt a teljesítmény, nőtt a hatótáv, csökkentették a villanymotoroknak a veszteségét, csökkentették az invertereknek a veszteségét, és javítottak az akukémián, amivel sikerült 35%-kal növelni a hatótávot, a rendkívül megengedő VLTP ciklus szerint 678 km. Ezt majd azért próbáljuk ki a valóságban is, de azért én egy 550-et az eddigi tapasztalatok alapján megadok neki napi használat mellett, és a Turbo S pár pillanatig 952 lóerőt képes leadni. Ez nem a Turbo GT, ez a Turbo S. Tehát a legdurvább polgári Taycan, a Turbo S, e fölé érkezik a Turbo GT, és ebből is indultak ki a fejlesztésnél. Az autó alapból 789 lóerős, a rajtprogramnál 1019 lóerő érhető el, és ez a teljesítmény adtak módban is elérhető, adtak támadás, amikor meghúzod a pluszt a váltófülön. Ilyenkor 10 másodpercig hozzáférhető ez a teljesítmény, a csúcsnyomaték pedig 1340 Nm. Fontos viszont, hogy ez az adtak mód, ez csak akkor elérhető, hogyha az akutöltöttség bizonyos százalék fölött van, és az akkumulátor hőmérséklet is elért egy adott pontot. Az első motor amúgy egy COP, ez az új kedvenc autóipari műszava, ami azt jelenti, hogy carry over part, vagyis további alkatrész. Egyszerűen átvették az előd modellből, nem nagyon változtattak rajta, valószínűleg azért, mert az első tengelyen átvihető nyomaték ugye a hátraterhelés miatt erősen korlátozott, minek oda több erő. Na de, amin szintén megtartottak, de változtattak, az a kétsebességes váltómű. A Turbo GT továbbra is egy kétsebességes sebességváltóval működik, de áthangolták a fokozatokat a megnövekedett teljesítményhez, és ugyanígy megtartották a torque vectoringozásra alkalmas mechanikus sperdifit az autóban. Tehát ez egy olyan villanyautó, amiben mechanikus sperdifi van. Ez amikor megjelent a Taycan, egyáltalán nem volt magától értetődő, most már azért feltűnik olyan modellekben is, mint mondjuk a Kia EV6 GT. No de, az autóhoz elérhető egy úgynevezett Weissach csomag, amit hamarosan kifejtek.
Itt 2,2 másodpercet adnak meg gyorsulásnak, a vége pedig 305 km/h. Nyilván ahhoz, hogy ezt a teljesítményt itt el tudják érni, és ki tudják szolgálni, ahhoz módosítani kellett az inverteren is. Ez eddig 600 amperes volt, most már 900 amperes, és ebben szilícium-karbid félvezetőket alkalmaztak, hogy csökkenjen a veszteség. Tehát annak ellenére, hogy nem használtak három motort, megtartották a Porsche Torque Vectoring Plus-t, ezt ugye ismerjük a belső égésű motoros változatokból is. Itt az ábra nagyon szépen szemlélteti, hogy az autó szépen kanyarodik, az ív belső kereket megfékezik, és többletnyomatékot kap az ív külső kerék. Ezzel az autót a hajtási nyomatékkal is a kanyarív belseje felé gyötri, csökkentik az ortolás lehetőségét. Ami szintén nagyon fontos, az itt látható a következő ábrán, az, hogy ez az autó már megkapta a Porsche Active Ride-ot. Ez egy minden eddignél aktívabb aktív futómű, ami azt jelenti, hogy az autó rendkívül gyorsan képes reagálni a dinamikai változásokra. Hogy milyen gyorsan? Kérlek, nézzétek el nekem, hogy csak ilyen videót találtam az Active Ride-ról, ami egy Panamerán demózódik, mert Taycanos még nincs, de a lényeg itt is jól látszik. Mindegyik toronycsapágy fölött van egy-egy villanymotor, amivel minden eddiginél gyorsabb aktuáció valósítható meg. Tehát, hogyha az autó érzékeli, hogy megbillen, akkor nagyon gyorsan ellen tud támasztani, de igaz ez az orrabukásra a fékezésnél, a kigyorsításnál, sőt, még akár az úthibáknál, úthullámoknál is. Tehát ezekkel a motorokkal mindig szintbe tudja, vagy az éppen szükséges pozícióban tudja tartani a kasznit, és mivel elektromosan valósítják meg, nem pedig a légrugó kompresszorával, ezért minden eddiginél gyorsabb tud lenni. Na, és a lényeg, hogy ezt a funkciót most megkapta a Taycan is, ezzel, hát most ugye villanyautóknál szokták mondani, hogy irgalmatlan súlyról beszélünk, de az a súly az jellemzően tengelyvonal alatt van az akkumulátor formájában. De, hogyha tényleg nagyon megterheljük az autót, mint például azon a versenypályás körön, akkor ez bizony komoly előnyhöz tudja jutatni az autót, és a vejszegcsomagos kivitelnél ez bizony alapfelszereltség. Zseniális, ahogy működik. Mondom, tekintsetek el attól, hogy ez most itt egy Porsche panoráma, a Taycan ugyanezt csinálja. A legnyomasztóbb adat ugye a villanyautóknál mindig a súly, 2230 kg, vagyis 71 kg sikerült lefaragni a Turbo S-hez képest. Az nem egészen tiszta, hogy ezt a vejszak csomaggal vagy anélkül, de ugye a vejszak csomag már régóta elérhető a GT modellekhez, itt nem hagyhatták ki nyilván a villanyautókból sem, mostanra azért elég komoly marketing értéke van ennek a szónak. 2 kg lejött a fékekből, amivel rugózatlan tömegről beszélünk, azért elég sokat jelent. 10 kilót nyertek a kovácsolt felniken, karbonkaszni elemeket alkalmaztak elől, karbonkagylőülések vannak, mint egy GT3R-esben, nincs hátul hangszórók, nincs hátul ajtóbehúzó, nincs hátul, ugye, ahogy beszéltünk róla, ülés, csak egy karbonlemez a helyén, meg egy bukócső. Csak egy töltőportja van az autónak, és ezzel sikerült elérni azt, hogy megfogják a súlyt. Itt amúgy éppen Timo Bernhard prezentál, és a hölgy pedig a Formula I-nek szakkommentátora. Itt pedig megjött a szimpatikus fejlesztő mérnökünk, Kevin Giek, aki most itt elmeséli azt, hogy miben új a Porsche. Na de, a lényeg az, hogy ezt a 2230 kilót, ahogy a mellékelt ábra mutatja, a Porsche nem tehetetlen sodródássá, hanem irgalmatlan mechanikai tapadássá alakítja. És úgyis mindenkit az érdekel, hogy mennyit merül az autó egy hegyesebb kör alatt. Hát Lipcsében, a tesztkörön 35-28%-ra esett vissza a töltöttség két hegyes kör alatt, úgyhogy kétszer használták az ATAK módot, amivel ugye kirántanak némi extra teljesítményt az autóból. Szóval egészen felfoghatatlanul gyors. Laguna Seca-ban rendszámos autóból, igazából csak a McLaren Senna van előtte. Ez egy 1350 kilós, 800 lóerős szupersportautó, amik még megelőzik, az az R10 TDI, a Porsche RS Spyder, tehát mind a kis porszívóra emlékeztető Le Mans-ban látott prototípusok. A Nordschleife-n még a Turbo GT egy fejlesztői példánya ment 7.07-es időt, ez 26 másodperccel jobb, mint a Taycan Turbo S, és 18 másodperccel, mint a Tesla Model S Plaid. De, és ez a súlyos, olyan autók vannak előtte, mint a 2000 lóerős Rimac Nevera, alig pár másodperccel. Nagyon keveset ad neki a Mercedes AMG GTR Pro, és van egy 991 GT3 RS, ami egész kevéssel megfogja.
A gyorsulás kifejezetten érdekes, a Tesla az 1,99 másodpercet ad meg rollouttal felkészített drakfelületen, a hagyományos mérés szerint ez inkább 2,1 másodperc, a Porsche 2,2 másodpercet ígér, viszont a Porsche ezt az adatot kifejezetten szerényen szokta megadni, talán ez a jó szó. Az aktuális 911 Turbo S-nél talán 2 hetet ígértek, de a legtöbb független mérés 2,4-2,5-re jutott. Nyilván ez a meccs majd akkor dől el, hogyha a két autót egymás mellé állítja egy független mérési bizottság, ez is hamarosan meg fog történni, mert például a Drag Times az már szerintem nagyon fel van erre izgulva. Na de, van értelme hasonlítgatni? Természetesen nincs, a gyorsulás az csak autós kártya, a versenypálya már valamit elmond egy autóról, de a valódi jóságáról igazából az sem szól igazán sokat. A Porsche ezeket a félelmetes időket amúgy a hátsülés nélküli bukócsöves, nagy aerós, vejszágcsomagos autóba érte el. Nyilván az igazságos az lett volna, hogyha egy gyári pled mellé tesszük oda a gyári, tehát nem vejszágcsomagos Turbo GT idejét, feltehetőleg mivel egy frissebb fejlesztés és mivel egy Porsche, az is megveri a Teslát. A méréskérdést amúgy már az is kicsit okafogyottá teszi, hogy a pled jelenleg Magyarországon 43 millió forint. A Turbo GT-hez még nem találtam magyar árat, odakünn 91 millió forintra jött ki az átváltása a 230 ezer eurónak, amire még majd rájön az áfa meg a minden egyéb, tehát nem lepődnék meg, hogyha ez az autó közel háromszor többe kerülne, mint egy pled. Ha így nézzük, és pusztán az egyenes vonalú gyorsulást, akkor a pled a világ legjobb biznisze továbbra is. Viszont ha az én véleményemre vagytok kíváncsi, én vezettem pledet is, vezettem Taycant is, igaz csak az előző szériát, a két autó vezetési élménye összehasonlíthatatlan. Akkor azt éreztem, hogy egyenes vonalú mozgásban nincs ellenfele a plednek, ellenben, hogyha kanyarodni kell, fékezni kell, esetleg egy picit megúszik az autó, akkor a Porsche az Porsche. Ott nincs vita érezni a versenymúltat, meg azt, hogy ők már 80-90 éve járműveket csinálnak, míg a Tesla egy éppen csak 20 éves cég. Na de, lényeg nem is ez, nem gondolnám, hogy túl nagy átfedés lenne a két vásárló közönség között, azt minden esetre tök jó látni, hogy ezek az elektromos autók, már mint például a Taycan vagy a Model S, már a hát, big flangosan megfogalmazva a benzinvérű emberek szívébe is elkezdik magukat belopni, mert egy kicsit talán azt üzenik, hogy nem lesz nagyon unalmas a hangtalan autósport és a hangtalan jövő. Én roppant kíváncsi vagyok erre az autóra, remélem lesz alkalma vezetni a közeljövőben, és akkor majd jó alaposan megmutatjuk, hogy mitől olyan nagyon különleges. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán pedig mondjátok el, hogy mit gondoltok az új Turbo GT-ről.